Csak ugyan. A Józsefváros Újság podcastja. Körbejárjuk azt, ami csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Bendl Vera vagyok. Mai vendégem Szél Dávid, szakpszichológus, apablogger, coach, az Apapara oldal és könyvszerzője. Üdvözlünk, Dávid! Szia! Szél Dávid családokkal és felnőttekkel foglalkozik a pszichológusi praxisában. Számos könyvet írt a gyereknevelés dilemmáiról, elsősorban az apa szemszögéből. Így az egyik, amit már említettük, az Apapara, Túl a parán, egy életközepi válság Skype terápiája, Tabuk és dilemmák a gyereknevelésben, és a legújabb, a Tabuk és dilemmák a kamaszok nevelésében. Én a közösségi médiában már influencernek mondanám, és azért hívtuk meg a Csak ugyanba Dávidot, hogy beszélgessünk arról, mit jelent ma az apaság és a férfiasság. Az apropó és kiinduló pont, de hangsúlyosan nem a végpont, a Novák Előd Mi Hazánk alelnökének saját pénzből finanszírozott új keletű kampánya, ezzel már találkozhattak is a hallgatóink, szerte a városban a szlogenje, a legférfiasabb dolog az apaság. Novák Előd saját képviselői fizetését ajánlotta fel az apaság népszerűsítését célú kitűző kampányra. Ezt egyébként az anyaság népszerűsítése követ majd. Egy anya otthon javára is ajánlotta pénzből, amely szerinte a magyar anyáknak azt akarja lehetővé tenni, hogy várandóságukat áldott állapotnak érezzék, és mellesleg nevetessék el a gyerekeiket. Félretéve az anya otthont, meg az anyaság népszerűsítését, inkább az apaságra koncentrálnánk. Dávid, te írtál egy hosszú posztot a Facebook profilodon arról, hogy az apaság a legférfiasabb dolog a világon, és azt állítottad, hogy az apaság szép, megható, nehéz, fárasztó, megterhelő, de nem férfias. Úgy egészében én úgy értettem, hogy azt mondod, hogy sok minden, de nem férfias. Ugye ez volt az első reakciód a poszterre, és ha igen, kifejtenéd, hogy ezt hogy érted? Igen, és elfejtettem a hallgatókat üdvözölni, úgyhogy őket is üdvözlöm, nem csak téged. A téli szabadság vagy téli szünet után kicsit én azért nehezen rázódtam vissza a hétköznapi életbe, és akkor megláttam ezt a... Még először a plakátot nem láttam, csak a híreket, tehát előbb láttam a híroldalakon a hírverést, és csak később láttam a plakátot, és úgy eltartott ide, hogy még megérkezett. A plakáton ez... ugye egy filmesztelen, ilyen nagyon izmos férfi látható. Egy ilyen... viszonylag újszülött babával, szóval nagyon pici csecsemő, még aki a kezében. Igen, meg ez a szöveg, egy fehér letisztult háttér, szerintem egyébként egy szép, tehát ilyen, ha ezt egy fotóként kell nézni, elég egyértelmű üzenet, szépen van lefotózva, tetszik ez a minimál dizájn, tehát hogy megfogó ez a kép egyébként szerintem, meg ezzel a nagyon rövid üzenettel mindenki számára egyértelmű, hogy mit, tehát nem kellett nagyon bogarászni, hogy mit akarhat ez a kép jelenteni. Bocsánat, hogy közbevágok, mert szabad ne feled, de egyébként egyértelmű, hogy mit jelent? Mert hogy az apaság az nekem nem egyértelmű, hogy mit jelent benne. Hogy ez a gyermeknemzés, vagy az apai létmódot népszerűsíti valójában? Azt üzeni, hogy az apaság egyenlő férfiassággal, nem? Tehát akkor leszel férfi, hogyha apa vagy. Igen, de akkor, ha csinálsz egy gyereket, vagy akkor, hogyha egy családot eltartasz. És... hát ez már egy következő kérdés, de ez már nem csak a plakát kapcsán kérdés, hanem egyáltalán, hogy hogyan gondolkodunk a szülőségről, meg a gyerekvállalásról, meg hogy az állam az utóbbi években milyen álláspontot képvisel a gyerekvállalással kapcsolatban. Tehát nekem nagyon az érzésem, meg talán nem csak nekem, hogy ez valahogy megáll a férfi oldalon a spermium nőbe való juttatásánál, és az, hogy utána ezekkel a gyerekekkel mi lesz, meg a nők szüljenek minél több gyereket, de hogy ezekkel a gyerekekkel utána mi lesz, az valahogy nem annyira izgalmas kérdés, vagy nem tűnik annyira fontosnak, hogy mondjuk milyen szülni, hol lehet szülni, hogyan lehet szülni, részt ott lehet-e az apuka vagy sem, a nőnek feküdnie kell-e, hogy az orvosnak kényelmes legyen, vagy vannak egyéb módok, ahogyan egy nő világra tud hozni a gyereket. És aztán milyen világban fog ez a gyerek élni, milyen egészségügy lesz ott, milyen oktatás lesz, milyen szociális ellátórendszer lesz ott, milyen szociális biztonság lesz ott, milyen morál lesz abban az országban, ahol a gyerek beleszületik, milyen idős gondozás lesz, hogyan férhet hozzá gyógyszerekhez, internethez, kulturális javakhoz, bármihez, az nem izgalmas kérdés. Tehát az, hogy növeljük a születésszámot, az fontos,
De az, hogy ezek a gyerekek mitől fognak túlélni, és mitől lesznek boldogok, meg kiegyensúlyozottak, azzal nem annyira foglalkozik már a politika. A szabadba vágtam, amikor azt fejtegetted, hogy milyen hatása volt rád először ez a plakát, amikor megláttad, illetve mit gondolsz erről, hogy az apaság mennyire férfias dolog. Igen, tehát hogy nem a plakát volt rám hatással elsőként, hanem a hírek, hogy pillanatokat nagyon sok portálon megjelent az, hogy a Novák Előd milyen nagy vonalban felajánlja a fizetését egy alapítványnak, ami alapítványnak róla korábban nem hallottam, de ez lett az én szegénységbizonyítványom. Szerintem ez egy nemes gesztus, hogy felajánlja, azért ez mindig hozzá kell tenni, hogy egy képviselő fizetés az az állampolgároknak az adóiból van, és nem tudom, hogy ő erre, aki rá szavazott, vagy az ő pártjára szavazott, az ezt akarta-e, vagy ezzel egyetérte, de ez talán lehet, hogy már messzebb megy ezen a beszélgetésen. Nekem ez a plakát, ez valóban ezt jelenti, hogy akkor vagy jó férfi, vagy akkor testesíted meg a férfi szerepelvárásokat, hogyha apává válsz. Az valóban nincsen kibontva ebben az egy tő mondatban, hogy mit jelent apának lenni, és nem tudom, hogy a Novák Előd szerint mit jelent apának lenni. Ha akarom, láthatom, hogy ott a sok gyerekével van jelen, de hogy mennyire van jelen az életükben, ezzel én nem foglalkozom különösebben, és nem is hiszem, hogy olyan nagyon rám tartozna. Én a saját apaságommal kapcsolatban tudom elmondani azt, hogy sok mindenek érzem magam közben, miközben apa vagyok, de azt, hogy a férfiasságom megjelenne ebben bármilyen módon, azt nem annyira, de lehet, hogy én ezzel kapcsolatban radikális álláspontot képviselek. Én nem látom annyira nagyon fontos dolognak a szülő nemét abban, hogy ő milyen szülővé válik. Rengeteg dolog közrejátszik abban, hogy egy szülő milyen szülő lehet, vagy milyen szülő tud lenni, vagy milyen szülő akar lenni, vagy milyen szülőre van annak a gyereknek igénye, vagy ha van szülőtárs, akkor annak milyen másik emberre, vagy társra van szüksége, a legkevésbé fog ebben az adott szülőnek a nemi szerve szerepet játszani. Azért ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez szerintem viszonylag szélsőséges nézet, hiszen az emberek azt gondolják, hogy azért az apák bizonyos értelemben más, hogy nevelnek gyereket, mint az anyák, és te azt mondtad, hogy ez teljesen független attól, hogy most az apa vagy az anya, inkább a személyiség számít, tehát még a neme sem számít az embernek gyakorlatilag. Szerintem nem különösebben, szóval igen, tehát hogy ha egy a szülő az elejétől részt tud venni, vagy részt vesz, és az elején én azt értem, hogy mondjuk a családtervezésnél is már tudatosítja a saját szülői mintáit, akkor nem a neméből fog szülőként jelen lenni. Sőt, ennél akkor messzebb megyek egy picit, hogyha én szülőként a nememet hangsúlyozom, és bizonyos helyzeteket tudatosan férfiként oldok meg, akkor az kell, hogy gondoljam, hogy valaminek a kompenzálása. Tehát, hogy csak hogy ennél sokkal akutabb helyzeteket kell megoldani szülőként. Tehát, hogy bekakil az a gyerek, azt úgy érzem, a szaglóhámia pont olyan egy férfinak meg egy nőnek, a szaglókérge, tehát az agyunkban a szaglásért felelős agyi területek pontosan ugyanolyanok egy nő meg egy férfi esetében, tehát érezni fogom, hogy valami történt, és tisztában fogom tenni abban az, hogy én férfi vagyok, biológiai értelemben, vagy a genderem, tehát hogy a nemi identitásom az, hogy férfi, semmilyen, milyen jelentősége van, de ugyanígy fordítva az, hogy anya vagyok, vagy anya lennék, mi jelentősége lenne? Attól még le kell vennem azt a bádit arról a gyerekről, le kell vennem azt a pelenkát, ki kell tisztogatnom ott a nemi szervét, meg a fenekét, be kell kennem egy krémmel, és rá kell tennem az új pelenkát, amit aztán kihajtogatom a fodrokat, meg tépőzár, vagy nem tudom mi ez, és aztán visszaöltöztetem. Ebben semmi férfias, és semmi nőies nincsen. Ebben szülő vagyok. Akkor, amikor a gyereknek szüksége van megnyugtatásra, ételre, tisztába tevésre, vagy később elbeszélgetésekre, vagy beszélgetésekre, meg nem tudom, tök mindegy játékra, akkor ott ő nem azt fogja nézni, hogy ú, de férfias volt ez az ember, vagy ú, de nőies volt, hanem az, hogy megkapta azt, amire vágyott, tudott-e az a két ember egymáshoz kapcsolódni, vagy nem? Vagy az a tenyér az mekkora, amelyik megsimogatja őt, vagy az ölelés az egy, nem tudom, nagyobb felsőtesthez kapcsolódik. Szőrös apuka melkas, vagy egy puha anyuka. Teljesen lényegtelen. Hogyha az egy kapcsolat, ami ott van, akkor az teljesen lényegtelen. Persze, egy idő után tudni fogja az apja, így ölel az anyja, meg úgy ölel, tehát észre fogja venni a különbségeket, ezeket nem biztos, hogy nemhez fogja kötni, vagy nem biztos, hogy ezek összeegyeztetőek lesznek a társadalomban egyébként megjelenő nemi sztereotípiákkal. Vagy egy saját példát mondjak, ez nem annyira nagyon nagy titok, a mi családunkban általában én főzök.
De én akkor nem férfiasan főzök, hanem főzök úgy, ahogyan én tudok főzni. De jól. Igen, de jól főzök, igen. Gyerekeim szeretik, feleségem szeretik, ahogy főzök. De én akkor nem az van, hogy akkor én nőként főzök, vagy amikor nem tudom, most már azért elég rég volt ez, amikor gyedem voltam, akkor nem a feleségemet helyettesítettem, hanem akkor apaként, férfiként voltam jelen, de ez a kettő dolog, ez sokkal kevésbé számított, mint a személyiségem, hogy én egyébként vittem, és szorongtam attól, hogy majd hogy fogjuk eltölteni az időt együtt, hogy nem lesz-e, fogom-e tudni menedzselni ezt a sok dolgot, amit egy életkorban lévő gyerek igényel, és nyilván, amikor a feleségem volt gyeden a másik gyerekünkkel, akkor mindenki is voltak szorongásai, csak azokat nem szokták megkérdezni, mert egy anyukának ugye a sztereotípek szerint neki minden, nem tudom, vele születetten tökéletesen működik. Ez a bukákat jobban meg szokták kérdezni, szerintem? Persze, hát amikor én gyedre mentem, akkor a főnököm azt kérdezte, hogy nem fog unatkozni, jól meggondoltam-e, ha majd mégis mert az anyukák sokat unatkoznak. Ha majd meggondolom magam, akkor menjek vissza nyugodtan. Hát egy nőnél nem kérdezik ezeket meg. Ezek teljes evidenciai, nő otthon marad, hogyha a gyereke születik, nem? A férfi meg lapátolja a pénzt. Meg otthon unatkozik. Igen, igen. Ugye az apaság az egy döntés kérdése, a nő, az anyaság kérdése pedig egy kötelezettség, nem? Tehát nincs opció. Mondhatod, csak itt az előző kérdésedhez akarok még válaszolni, szóval, hogy természetesen egy férfi, vagy egy apa, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, identitásában szerepet játszik bizonyos szempontból az, hogy neki mi a neme. De azért azt tudjuk, hogy ezek spektrumok, tehát hogy vannak érzékeny férfiak, és vannak nem annyira érzékeny nők. Vannak nagyon könnyen meghatódó férfiak, meg nehezen meghatódó nők. Meg vannak könnyen meghatódó nők, meg nehezen meghatódó férfiak. A biológiai nem, az se teljesen bináris, azért most már ezt is tudjuk, de az egy sokkal binárisabb, mint a gender, ami egy nagyon-nagyon széles spektrumon mozog. Arról nem is beszélve, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szerepelvárások vannak társadalmi szinten egy apával szemben, vagy apával kapcsolatban, meg egy anyával kapcsolatban, hogyha az a gyerek elsírja magát, és megnyugtatásra vágyik, és csak apuka van ott, nem csak, hanem egy apuka van ott, akkor neki kell gyengédnek, törődőnek, gondoskodónak lennie. És hogyha egy gyerek az anyukájával van, és éppen az Üllői útnál vannak, vagy valamilyen forgalmasabb útszakaszon is fogja a kezét, és kirántja a gyerek az anyuka kezéből, akkor ott nincs az, hogy majd térjünk vissza erre később, vagy lágyan elterelem egy kirakattal, hanem akkor ott meg kell fogni határozott annak a gyereknek a kezét, különben meg fog halni. A gyerek életben tartása, az csomó határozottságot igényel egy anyuka részéről is. Tehát itt nem az van, hogy akkor én megvárom a, nem tudom, amíg hazajön az apuka három műszakjából. Igen, elég hardcore tud lenni. Még visszatérve egy picit a politika és az apaság, anyaság, nőiesség, férfiasság kérdésére. Te mit gondolsz, mit tesz velünk az, hogy az apaságot és az anyaságot gyakorlatilag szlogenszerűen azonosítják a már férfiassággal és nőiességgel? Azért eddig főleg a nőiességet hallottuk meg az anyaságot. Talán 2015-ben volt ez a mindenkit elérő Kövér László szöveg, hogy a gyerekszülés az a női önmegvalósítás legfelsőbb foka, és akkor jött ugye Ákos, aki meg azt mondta, hogy a női principiumnak a beteljesítése a gyerekszülés, és akkor ez azóta csak folytatódott. Hogy ez hogy ér el hozzánk, és mit tesz velünk? Fogok el is válaszolni, csak hogy a plakát kapcsán az, hogy beemeli a férfiakat, ez nem tök fontos, és tök jó. Tök jó, hogy lehet foglalkozni az apasággal is, de talán nem biztos, hogy így kell, és korábban a kormányzati kampány is arról szólt, mondjuk az apaság kapcsán, hogy akkor legyen minél több gyereked, mert akkor magasabb adókedvényeket tudsz igénybe venni. Szóval, hogy valahogy mégiscsak ott tartunk, hogy a férfi az a kenyérkereső, a spermadonor, és a nő a gondoskodó, törődő családot egyben tartó. Szerintem kicsit azért többek vagyunk férfiakként, mint spermadonorok, és legyünk is többek, és annak a gyereknek is többre van szüksége, mint egy donorra. Meg az anyukának is többre van szüksége, mint egy pénzszállító apukának. Közben pedig azért azt is tudjuk, hogy nagyon kevés család működik egy keresős modellben, és nagyon kevés család él jó anyagi körülmények között Magyarországon. Szóval ezt mindig hozzá kell tenni, tegyük itt is hozzá, vagy itt is hozzáteszem. Azért 3 millió körüli, az ország harmada az, aki létminimum, vagy az alatt él. Ott nem arról az, hogy taliskával tolja haza az apuka a pénzt, hanem arról, hogy mindkét bevételre szükség van ahhoz, hogy legalább a hónap közepéig kibírják. Nem a hónap végéről beszélek, hanem a hónap közepéig. És akkor ami még nagyon fontos, hogy A. nem mindenkinek lett gyereke, B. nem mindenki akar gyereket.
attól még az a férfi férfi marad, meg az a nő nő marad. Nem esetleg a homofób törvénycsomó mindenkit kizár abból, hogy gyereke lehessen, mert melegeknek ugye nem, tehát közösen nem lehet örökbe fogadni, egyedülálló szülőként pedig sok a végén vannak az emberek a listán. Igen, pont ma olvastam a Szilvány Családokért Alapítvány közleményét, hogy háromszor annyi szivárvány család van Magyarországon, mint volt nem tudom hány évvel ezelőtt, ami csodálatos. Persze ez nem azt mutatja, hogy több lett, hanem többen mernek előbújni, míg valószínűleg is többen vannak, mint hányan most felmerték, vagy tudták magukat vállalni. Épp ezért fontos a láthatóság, és ennek a kampánynak lehetne egy olyan célja, vagy lehetne egy eredmény, az apák láthatóvá válnak, akkor, hogyha definiálják azt, hogy az apaság az nem definiálják, hanem kimondjuk, hogy az apaság az nem áll meg a pénzkeresésnél és a spermadonorságnál, hanem annál sokkal komplexebb, és sokkal bonyolultabb, és sokkal hosszabb távon jelenlévő dolog. Tehát tegyük látható az apaságot. Tegyük hozzá, hogy ez valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy teljesen a nőkre is kimondható, de volt egy nagyon érdekes komment a komment folyamban nálad, a te posztod alatt, szerintem teljesen legitim volt, azt mondta, hogy eddig a női bugyikban turkáltak és óhajtották a nőiséget a reprodukciós tevékenység mentén definiálni, és most ugyanerre sorsra jutottak a férfiak is. Tehát, hogy azért van egy ilyen érzés a nőknél is, hogy inkább ugye az a cél, ez a reprodukciós tevékenység, ez a cél, most mintha a férfiaknál is ezt céloznák. Hát nem ezzel kéne foglalkozni. A reprodukciós ráta az kétfajta országban magas, vagy olyan országok esetében, ahol akikhez nem akarunk tartozni, tehát ahol nem hozzáférhet a fogamzásgátlás, ahol brutális szegénység van, ahol a nemek közötti szakadék óriási, nem tudom, Fekete Afrika, tehát ilyen nagyon nehéz körülmények között élő országokról van szó, vagy az olyan országokban, ahol jó az élet, ahol jó élni. Ott se lesz nagyon magas, tehát nem lesz kettő fölött, nem nagyon találunk olyan európai országot, ahol a reprodukciós ráta sokkal kettő fölött lenne. Ugye az azt jelenti, hogy akkor a szülők számát sikerült újra létrehozni. De egyébként a bolygón elegen vagyunk, meg elég sokan vagyunk, szóval, hogy nem arra van az, hogy itt elfogynánk a földről. De nem beszélünk elegen magyarul. Igen, de akkor fogunk elegen beszélni magyarul, hogyha itt jó lesz élni. Nem akkor, hogyha sokan leszünk itt, hanem hogyha lesz egy átlátható egészségügy, egy mindenki számára hozzáférhető egészségügy, most nem mondom el még egyszer, amiket már a beszélgetés egy korábbi pontján elmondtam. Nem kell egy államnak azzal foglalkoznia, hogy hány pár él szexuális életet. Azzal kell foglalkozni, hogy azok a családok, akik akarnak gyereket, vagy azok a szülők, akik akarnak gyereket, azok minél egyszerűbben, minél jobban, tehát minél boldogabban élhessenek, és akkor akarni fognak majd gyereket. Nem mindenki, mert valaki azt mondja, hogy nem akar gyereket, és ez is megvan nekik engedve. De biztos vagyok abban, hogyha nem olyan a közoktatás, amilyen, ha nem olyan az egészségügy, amilyen, ha nem olyan a klíma, amilyen, hanem olyan a zöld gondolkodás, amilyen, és most még rengeteg lehetett felsorolhatnék, akkor többen válna a gyereket. És akkor kevesebben vándorolnának el Magyarországról. Tehát én, bocsánat, csak hogy én ezekkel a kérdésekkel foglalkoznék, nem azzal, hogy hány gyerek születik. Egyébként kell foglalkozni egy államnak, tehát és a kásának gyűjteni kell ezeket, és meg kell nézni azt, hogy miktől fognak többen születni, de látjuk, én visszakutattam egyébként a születésszámot sokszor már, nem nőttek meg ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően. Tehát, hogy ja, a szociálpolitikai, meg a csók, meg ezek kapcsán. Igen. Hát meg az összes ilyen reklám kapcsán. Szüljük tele a Kárpát-medencét, meg női principium, meg az anyasága, nem tudom, megosztás csúcsa. Nem lett ettől több gyerek Magyarországon. Én egyébként ezen sokat gondolkoztam egyébként, hogy mitől lenne jobb gyereket vállalni. Az ebolára jutottam, hogy akkor lenne jó, hogyha ilyen jó érzés lenne szülni, most ez hülyén hangzik. De hogy az az első lépés, az tök fontos. Nem csak az, hogy maga szülni, hanem az, hogy az ember úgy érezni, hogy ha terhes lesz, vagy lesz egy gyereke, az nem probléma lesz, nem neki, nem a számára lesz egy probléma, hanem akkor lesznek lehetőségei az a kapcsolatban, hogy mit csinál vele akkor is, ha egyedülálló, akkor is, ha nem úgy alakul a párkapcsolata, akkor is, hogyha nem, azt a családmodellt valósítja meg. És hogy ez a, most ez hangzik vibe, de vagy minek nevezem, ez itt nincs meg, egyszerűen nem. Egyrészt a támogatások szintjén nincs meg, másrészt valahogy így az emberközi viszonyokban ez nincs meg, nem tudom. Hát meg nagyon nagy a gender gap, tehát nagyon nagy a társadalmi szakadék a férfiak és a nők között, és nagyon egyedül maradnak a nők
a terhesség ideje alatt is, meg a gyerses időszak alatt is. Pont azért, mert nem nagyon hangsúlyozzuk azokat az apai értékeket, vagy azokat a szülői értékeket, amik az apukákat egy picit jobban otthon tartanák. És nem nagyon tesszük lehetővé, hát nem mi társadalom, hanem a politika azt, hogy az apák is jelen legyenek az első években. Itt azért megint fontos elmondani azt, hogy egyébként a jogi lehetőség az iszonyatosan régóta jelen van. Tehát azt 83-4-től lehetnek apák gyersen vagy gyeden, vagy mint akármilyen is hívjuk, mindig másra nevezeknek a dolgoknak. Azért az 40 év, tehát hogy, és nem nőtt meg ez alatt nagyon-nagyon nagy arányban ez alatt a 40 év alatt, mert nincsen mellé állítva társadalmi kampány. És ezzel sem vagyok biztos, hogy nagyon mellé fog állni, és tudjuk azt is, szintén statisztikából, hogy attól, hogy a gyed extra, vagy a gyed, már az apukák is igénybe vehetik, és lehet is mellette dolgozni, nem ugrott meg. Megugrott, de nem annyira, mint amennyire az elvárható lett volna. És tudjuk azt is, szintén statisztikában, hogy hol ugrott meg a gyeden lévő apák száma. Észak-Kelet-Magyarországon. Nógrád, igen. Szabolcs. És milyenek az oka? Hát nem az, hogy az apukák ott valóban otthon maradtak volna, hanem ők veszik fel a gyedet, de ugyanúgy dolgoznak mellette, mert ők magasabb gyedet tudtak igénybe venni. De ez nem. Tehát, hogy az a fajta kampány, hogy valóban maradjon otthon egy apuka, az elszigetelt multicégeknél van, ahol van egy olyan nemzetközi kultúra, vagy nyugat-európai, vagy amerikai kultúra, inkább nyugat-európai kultúra, hogy megtámogatják azokat a családokat, ahol az apukák is, vagy lehetővé teszik azt, hogy az apukák is maradhassanak otthon, és nem tesznek fel nekik olyan kérdéseket, mint amiket nekem feltettek, hogy akkor mi lesz, ha vonatkozni fogok, hanem az, hogy úristen, ez fantasztikus. Abból a kérdésből indultunk ki, hogy mit tesz velünk az, hogy a politika az anyaságot, a nőiességgel, az apaságot, a férfiassággal azonosítják, és ezt... És egy tök fontos szerintem az identitásra egy picit beszélni, hogy az identitásnak három szintje van, vagy három rétege, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Van egy ilyen, de a legbelső az intrapszichés, van egy interpersonális, hogy a nem tudom, családomban, szűkebb közegemben, hogy vagyok az adott identitásommal, és van egy társadalmi kulturális politikai rétege vagy szintje is az identitásnak, vagy abban a környezetben, amiben élek, abban hogyan vagyok. És ezek között a rétegek között szokott lenni ellentmondás. Hogyha tőlem férfiként azt várja a társadalom, hogy legyek kemény, határozott, erős, tartsam a családomat, de közben a feleségem többet keres, mint én, akkor lehet, hogy társadalmi szinten van egy fura érzésem az apaságommal, miközben pedig azt látom, hogy én egy ilyen otthon maradó apukaként, most már nem, nincs ez, már nagyobbak a gyerekeimnél sokkal, meg jól vagyok. Akkor itt van egy ellentmondás. Az identitás az nagyon sok minden, tehát hogy azt kezdve onnantól ilyen puha dolgoktól, hogy milyen zenét hallgatok, vagy hogyan öltözködöm, egészen a nemi identitás, vagy szexuális orientáció, ezek mind az identitásomnak a részei, és mindegyiknél megfigyelhető ez a három réteg. Hogyha én nem annyira mentem a mélyére annak, hogy én hogyan vagyok az én nememmel, ha én azt gondolom, mert nagyon erős társadalmi normák vannak jelen, mert egy hagyományosabb, konzervatívabb közegben élek, ahol nagyon erősen él az, hogy milyen is a férfi, és én mondjuk könnyen meghatódó vagyok, akkor ott lesz egy nagyon erős ellentmondás, és azt fogom gondolni, hogy nekem a meghatódásra hajlamosságomat kell elfolytanom, vagy azt nem szabad vállalni, és ezt a nagyon erős, nagyon maszkulin identitást kell képviselnem, és hogyha ezt az állam, ezt, meg a reklámok, meg a filmek, meg a zene, meg csomó egyéb szinte a médiumnak ezt, vagy médiának ezt erősíti, akkor kívülről lesz rám erőltetve valamilyen identitás, ami nem önazonos. Ezt teszi szerintem. Hogyha valaki azt érzi, hogy hát, hogy ő nem szeretne gyereket nőként, de az van állandóan, mindenhonnan ez ömlik, nem, aki nem mindenhonnan, de egyre nehezebb elmenekülni az ilyen reklámok elől, hogy a nőiesség egyenlő az anyasággal, és az anyaság az önmegvalósítás, akkor mit érez egy olyan nő, aki nem akar gyereket? Vagy mit érez egy olyan nő, aki bár anya, és szeret anyának lenni, és imádja a gyerekeit, de azért másfél-két év után visszamenne dolgozni, mert szerette a munkáját is, vagy mert belefáradt az anyaságba, ő akkor nem anya. De ugyanígy, hogy ha az van az alkotmányban,
bocsánat, alaptörvényben, vagy annak a preambulumában, hogy a család az valami házassággal összefüggő dolog, akkor mit érez az a gyerek, akihez eljutnak ezek a hírek, mert azért nagyon átjön most már minden, akinek a szülei nem házasodtak össze, tehát folyamatosan benne van a politika a mindennapjainkban, a hálószobánkban, az alsógatyánkban és a nők bugyiában, mindenhol ott van, szerintem nem kéne, hogy ott legyen, és állandóan meg kell nézni, oké, most ennek megfelelke vagy sem. Hát és sebeket egy, gyakorlatilag azt igen. mondod. Azt mondom, és azt mondom, hogy nem mindenki reflektív, nem mindenkinek van erre meg a kultúrája, és most én mikrokultúrákról beszélek, hogy egyszerűen hogy beszéljünk magunkról, beszéljünk az érzéseinkről, ezért nem mindenkinek adatik meg, nincs erre idő, nincs, nem erre vagyunk szocializálva. Ott ezek lehet, hogy nem ütköznek akadályba ezek a mondatok, hanem szépen, hát nem olyan szépen, hanem betalálnak a legmélyebb rétegei mégis ott, ahogy te is mondtad, sebet ejtenek. Térjünk most át arra, ha lehet, hogy a magyar férfiak úgy egyébként szerinted hogyan vannak a férfiassággal. Hogy a férfiasság ma mit jelent? Még mindig azt jelenti, mint régen ezen a sztereotíp módon a férfi az, aki ugye kevésbé mutatja ki az érzéseit, erős, magabiztos, megoldja a problémát, gyengeségei vagy nincsenek, vagy nem látszanak, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ez egy ilyen sztereotíp férfikép, hogy ez változott valamit az évtizedek során, hogy vannak ezzel ma a férfiak, mit látsz? Nagyon nehéz általánosabban beszélni, mert nagyon nem homogén a magyar társadalom, de azt gondolom, hogy van egy szűk réteg, mind a nők, mind a férfiak esetén, ahol már megjelentek a hagyományos szerepelvárások mellett, hogy kell ezt mondani, nem annyira hagyományos, hanem ilyen jelenkori szerepelvárások is, de nem múltak el a régiek, tehát egymás mellett van a kettő. Mind a két nem esetén, és nagyon nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni, mert picit ellenmondásos. Tehát szüljön a nő sok gyereket, de azért fogjon le hamar, vegyen, azért dolgozzon is, meg legyen izgalmas is, de azért foglalkozzon a gyerekekkel, vagy nevelje őket, meg törődjön velük, és férfiak esetén is pumpálják haza a pénzt, de azért ne csak a focizni tudó gyerekhez kapcsolódjon, hanem a másikhoz is, meg a vagy a focit nem érdeklő gyerekhez is, meg jó akkorában is, hogy focizni tudna, és hogy ezek nagyon nehéz helyzetbe hozzák szerintem az embereket, pláne azokét, akik nem tudnak annyira függetlenedni a médiumon, vagy nem tudom, propagandában elhozó dolgoktól. De mondom, nem az egész társadalom esetében érvényes ez. Uh-huh. Ez azért sok ellenmondást szül, és sok embert hoz nehéz helyzetbe, mert így elbizonyítanodik talán mindkettőben. Vagy akkor most, ha éppen a törő, éppen a sztereotípiáknak ellenmondó viselkedést hozza, akkor nem kéne inkább a sztereotípiáknak megfelelően működni, ha pedig a sztereotípiáknak megfelelően működik, akkor meg nem kéne inkább máshogy működni. Mindig. Szóval ez ilyen nagyon bonyolult dolog. És azoknak megy ez könnyen, akik tudják magukat ezektől függetleníteni, vagy könnyebben, akik tudják magukat ezektől függetleníteni. Tehát ez nem annyira könnyű függetleníteni, tehát hogy azért itt élünk ebben a világban. És érzem én is, hogy hát mennyivel egyszerűbb hazamenni és ledőlni a kanapéra. Mennyivel egyszerűbb csak kimenni a konyhába, vagy az étkezőbe, nem tudom kinek milyen van, és ott megenni azt a kaját, ami ott van a tányéron. Nem sokkal egyszerűbb, dehogy is nem. Egy egyenlőségen alapuló családban élni, és azt fenntartani, az sokkal bonyolultabb, meg fárasztóbb, meg sokkal több figyelmet, meg reflektivitást igényel. Tehát férfiként, azért azt hangozzék el, tehát hogy férfiként ezeket a privilégiumokat elengedni, az egy veszteség. Az egyik oldalról nézve, a másik oldalról nézve ezek a privilégiumok, amik a férfiaknak vannak, vagy lettek, ezek az előjogok, ezek csomó rossz dologot is eredményeznek, csak ezekkel kevesebben foglalkozunk. Tehát az, hogy a férfi nem beszél az érzéseiről, meg nem nincsenek problémái, az azért egyenes út a szív- és érrendszeri megbetegedésekhez, csomó pszichoszomatikus megbetegedéshez, az infarktus, az is szív- és érrendszeri, de sokszor pszichés alapú, a daganatos megbetegedések. Ezek mind lehetnek elfolytások, nem kimondások, önmagunk nem felvállalásának az is az eredményei. És ezek a betegségek férfiakat jobban sújtanak, mint nőket, és jobban sújtják a magyar férfiakat, mint a nyugat-európai, vagy észak-európai, vagy most már mondhatjuk bármelyik európai ország férfiait. És akkor ezzel azt mondod, hogy a férfiak a saját sérülékenységükhöz nem annyira tudnak kapcsolódni, vagy kevésbé tudnak kapcsolódni, vagy igen. Ez változóban van?
Csak akkor mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát. A nőgyógyászhoz menés kultúrája az úgy jelen van, akár akar az ember, akár akar egy nőgyereket, akár nem, az, hogy egy nő rendszeresen vizsgáltassa meg magát, az rendben van. Az, hogy egy férfi rendszeresen eljön urológushoz, meg vagy végbél szűrésre, az nincs benne. Hát aki elmegy urológushoz, az kapja azonnal a homofób vicceket. De most örülök, hogy a nemi szerveket szóba hoztad, mert ezzel kapcsolatban akartam valamit kérdezni. Pont te írtad ezt, hogy a poszt kapcsán, hogy elég volt már ebből a macsó pénisz fixációból, ez ugye Novák előtt kapcsán hangzott el, és akkor nyilván arra vonatkozott, hogy elég volt már abból, hogy a férfiakat úgy definiáljuk, hogy állafarkuk is tudnak dugni kb. Ha jól értem, és hogy ez nekem azért érdekes, mert úgy eszembe jutott, hogy a vagina monológok az 1996-ban jelent meg, az mondjuk ma nem egészen 30 év. De hogy ez azért nagyon szépen szól a nők sérülékenységéről, kiszolgáltatottságáról, sokféle viszonyáról a saját nemi szervükhöz és a szexualitásukhoz, pozitív és negatív értelemben is. Ezzel szemben viszont a férfiaknak én nem tudom, hogy született-e ilyen mű, vagy esetleg... Péniszmonológok? Hát igen. Mert hogy igazából ezt nagyon érdekesnek tartom, és nagyon érdekesnek találom ezt a kérdést is, hogy ők tudnak-e viszonyulni a saját sérülékenységükhöz ugyanebben a kérdésben, ami nyilvánvalóan létezik. Hát de hogy nagyon messze indul ezzel, tehát hogy ha egy bölcsis gyerek elesik, akkor egész másképp reagál rá akkor, hogyha egy fiú, mint a lány. Katona dolog, ebcsont befor, ne itasd az egereket, ezt kapja egy fiú. Egy lány meg vigasztalást kap. Legitim lesz egy lány számára az, hogyha ő sír, az, hogyha ő sérülékeny, egy fiú számára pedig nem legitim, nem érvényes. Nem kap érvényesítést, azt kapja, az érvénytelen. A te érzéseid érvénytelenek. Akkor hogyan tud, ha fáj valami egy férfinek, akár fizikailag, akkor az is érvénytelen lesz. Azt nem szabad érezni, mert egy férfi erős, nem megy orvoshoz, nem kér segítséget, még akkor is, hogyha elakad a városban, és nem tudja, merre kell menni. Ez igaz, de mondjuk, ha most pont ezt hoztam szóba, a vagina monológok is azért volt szerintem akkor ilyen forradalmi, mert hogy a női vágyat meg olyan módon hozta elő, ami valóban nem volt megengedett a nőknek sem, de hogy legalább elkezdődött erről egyfajta gondolkodás. A férfiaknál nincs ezzel kapcsolatban gondolkodás. A férfiaknál az van, hogy amit az előbb te is mondtál, tehát hogy tudjon, legyen erekciója, és akkor megy minden, nincs probléma. Az, hogyha van egy párkapcsolat, ahol nem jön össze egy gyerek, akkor kivizsgálja meg magát elsőként a nő. Ha fogamzásgátlás mellett döntenek, akkor ki pumpálja hormonokkal a szervezetét? A nő. Az, hogy egy férfinak is lehetnek azon túl, hogy erekciója van, azért azoknak a spermiumoknak vannak tulajdonságaik. Hát vagy nincs, tehát ugye, vagy nincs, ez igen. Is előfordul. Igen, de hogyha már van erekciója, akkor az már, akkor onnantól nem akkor is lehet meddő. Akkor ez már érés kész. Hát akkor nem is lehet meddő, és hogy közben pedig azért azok a spermiumok lehet, van egy sebességük, meg egy méretük, meg formájuk, amiket szintén nem ártana nézni. Szóval nagyon-nagyon másképpen gondolkodunk egy férfiról, meg egy nőről, miközben pedig egyébként a biológia az nem tesz ekkora különbséget, tehát ha letesznek neurológusok elé férfi meg női agyakat, tehát nem tudják ők megmondani, hogy melyik kié. Van különbség, de nem ekkora, mint amikor a társadalomban van. Hát ez azt mondod, hogy ez egy szocializáció és egy ebből fakadó belső kontroll, ami miatt a férfiak még mindig nagyon ezen viszonyulnak a saját sérülékenységükhöz, vagy a saját érzéseikhez. Ugye ennek kapcsán volna a következő kérdésemben, akkor erre is lehet, hogy ugyanez a válasz. Azon gondolkoztam, hogy egy családban, egy gyereknevelés során az apáknak is nagyon sok vesztesége, nehézsége lehet. Nem csak az, hogy mondjuk lemondanak erről a patriarchális szerepről, hanem mondjuk egy baba elvettél, nem születik meg, aki az ő gyerekük lett volna, vagy egy lombik program nem jön össze, ami azért az ő vesztességük is, vagy hát bármi lehet a gyerek fejlődése során, ami nehézség. Ők hogyan tudnak ezzel megküzdeni? Ők tudnak erről reflektálni, vagy beszélni erről, amellett, hogy még közben nekik az a nehéz szerepük is van, hogy még az anyát is tartani kellene. Ezzel nem lebecsülni akarom az anyák veszteségét, ami szintén nagy, csak hogy most az apukákról beszélünk. Csak két dolgot is akarok válaszolni, mert az egyik az még egy korábbi kérdése, csak ott még eszembe jutott, hogy felsorolom ezt is, de hogy például hogyan támogatja az állam a meddőket, vagy hogyan támogatja a lombi programokat, vagy olyan, ez is nagyon fontos kérdés. Abból a szempontból, hogy mennyire vállalnak sokan gyereket, és mennyire nem. De hogy a kérdésedre válaszoljak most, az, hogy egy férfi, tehát
van az érzelem fókuszú megküzdés, meg a probléma fókuszú megküzdés. És azt gondolom, hogy hogy ez helyzete válogatja, hogy mikor, mire van szükség, de van egy nemi szerep elvárás is ezzel kapcsolatban. A férfi inkább legyen probléma megoldó, oldja meg a helyzetet, a nő pedig ő foglalkozhat az érzelmekkel is, érzésekkel is. Ha van egy vetélés, vagy egy meddőség, akkor az a nőnek egy érzelmi teher, mármint ilyen társadalmi szinten mondom, hogy sztereotípiák szintjén, vagy nemi szerep elvárás szintjén, a férfi pedig oldja meg. De ezt nem lehet megoldani. Vagy nem biztos, hogy az az első, hogy meg lehet-e oldani, vagy sem. Van egy veszteség, mondjuk egy vetélés, ott azon nincs mit megoldani. És nem is a nőnek kell, vagy nem is a férfinak kell a nőt támogatni, hanem egymást kell támogatni. Amit te mondasz, hogy akadag szétmegy egy párkapcsolat, hogyha az egyik probléma fókuszú, a másik érzelmi fókuszú. Hát vagy most elmennek egymás mellett. Hát legalábbis egy rosszabb esetben mindenképpen. Ugye pont be is akartam hozni egyébként egy pozitív esetet, ugyan, de ugyanezt a problémát veti fel, hogy a szülés. Tehát, hogy ahogy a férfiak ezzel hogyan tudnak megküzdeni, ez ugyanez a nehézség, amikor a nő egy fájdalomban van, és igazából más nem lehet adni neki, mint egy jelenlétet. Tehát nem lehet megoldani a problémáját. Ugye ez kb. Hasonló, mint amiről az előbb beszélt. De ez egy ilyen frusztráció sokszor a férfiaknak, hogy hát érzi, mert azonosulnak is ezzel, hogy az elvárása, hogy neki ezt meg kell oldani, ezt nem lehet megoldani. Támogatást nem tud adni, mert ennek nincs meg a társadalmi kultúra, nincs meg ennek a kultúrája. Tehát ott van egy ilyen picit kiherélt állapotban, miközben pedig küzd azzal is, hogy mi van az ő érzéseivel. Érezhet-e ő bármit is, hiszen neki fizikai vesztesége, vagy testi vesztesége nincsen, nem az ő méhéből. Mert nem neki kellett megszülnie, hogyha egy nagyobb, vagy előrehaladottabb állapotban lévő várandóságról beszélünk. Tehát, hogy az, hogy ő sérült ebben, azt lehet, hogy azt érzi, hogy azt nem is lehet vállalni senki felé. Mit lehet ilyenkor csinálni? El lehet folytani. Mi az elfolytás? Különböző szerek. Alkohol, cigaretta, vagy nem tudom, illegális szerek. Nem azt mondja, hogy ez egyenes út, csak hogy ezt kell látni, szerintem ez tök fontos, hogy nincs meg annak a tudása, hogy egy férfi, nincs meg férfiként az a tudásunk, hogy hogyan küzdjünk meg az ilyen nehézségekkel. Plusz mi van? Az van, hogy van egy nő, aki fekszik az ágyban, mert még fizikai fájdalmai vannak, és akkor még a férfi akar elmenni pszichológushoz. Hát milyen önző dolog már ez? Holott nem az, mert hosszabb távon aztán beérnek, de hát hosszabb távon csak addig is telik az idő, és addig is nagyon, tehát hogy folyamatosan küzdeni kell szerintem egy férfinak azzal, hogy ő akkor most megtestesíti az elvárásokat, vagy teljesíti az elvárásokat, vagy sem. Mit gondolsz, mi az útja ennek, hogy ez a kultúra megváltozzon, vagy az, hogy ez... Oktatás. Uh-huh. Szexuális nevelés. Tehát, hogy nem és biztos... És a szexuális nevelés? Konkrétan? Hát ha a szexuális nevelést úgy értjük, ahogy én értem, hogy jó tágan, hogy nem, az nem szexről szól, elenyésző rész a szexuális nevelésnek a szex, hanem az elindul szépen bölcsödétől kezdődően, folyamatosan beszélhetünk arról, hogy mit jelent az, hogy konfliktus, mit jelent az, hogy érintés, mit jelent az, hogy nemet mondok valakinek, mit jelent az, hogy szükség. Mit jelent az, hogy már test. Pontosan, mit jelent a bugyi szabály, tehát, hogy rengeteg, és az, hogy mire iskolás lesz a gyerek, addigra értse azt, hogy mi az, hogy család, elég tágan értse azt, mit jelent az, hogy együttműködés, mit jelent az, hogy nem, a szószoros értelmet, hogy nemet vonalak nekem, mit jelent az, hogy mi a biológiai nem, mi a... Nyilván nem biztos, hogy ezeket a szavakat használni kell, de ezeknek a jelentésére mit jelent a társadalmi nem. Ezekről mind-mind iszonyatosan fontos beszélni. Az, hogy nem azt mondja egy pedagógus, nyilván tisztelt a kivételnek, hogyha egy fiú sír, akkor hagyd abba már, meg szedd össze magad, és egy lány sír. Mi van, hogyha egy fiúnak az épített tornya eldől, gyerünk, építünk újat, mi van, egy lánynak eldőlt, semmi baj, próbáljunk valami könnyebbet. Tehát ezek nagyon-nagyon hamar elindul a nemi szocializáció, és egy intézményben, már pedig ezért is járnak a gyerekek intézménybe, ott tudatos nevelők dolgoznak. Ők nem szülők, akik ezt nem tanulták, hanem szakemberek, akiknek az a fontos, hogy a társadalom jól működő embereket, vagy hozzásegítsék a gyerekeket ahhoz, hogy a társadalom jól tudjanak működni.
az egy nagyon fontos kérdés, hogy mit gondol a társadalom, vagy mit gondolunk a társadalom a jól működésnek. Én azt gondolom, hogy boldogabb egy olyan társadalom, ahol a szakadék sokkal-sokkal kisebb, mint Magyarországon. A két nem közötti szakadék, igen, bocsánat. Én ezt minden évben meg szoktam nézni, most idén még nem néztem meg, mert még csak alig indult el az év. Van egy ilyen Global Gender Gap Index, ott Magyarország aztán a 103. a 140-150 országból. Ó. Ó. Tehát az nagyon-nagyon, hát, ja, és hát minél előbb vagyunk, annál jobb. Csak hogy ez is legyen tisztelt, nem a végén kell kullogni. Ja. A... Jó, hogy mondanám. Hogy nem szeretnénk igazából azok az országhoz közel kerülni, amelyikek a száz körüli helyezést foglalják el. Szóval az oktatásnak én nagyon egy szerepét látom ebben, és az, hogy működjenek szülő, tanár, diák, háromszögek, működjenek osztályközösségek. De hát annyira most már nagyon messze vagyunk egyébként a Novák előttől, de talán nem is baj. Nem, ennek örülünk. Hogy a nemzeti alaptanterv annyira túl zsúfolt, hogy ezek nem férnek bele. Az, hogy közösség épüljön, az nem fér bele. Az, hogy meg lehessen állítani a tananyagot, akkor, hogyha bullying van az osztályban, vagy akkor, hogyha valami izgalmas csoportkohéziót érintő kérdés van. Szóval ez nem fér bele az időbe, mert menni kell, mert jön a újabb tantárgy, újabb tananyag, kompetenciafelmérés, felvételi, nem tudom, micsoda, nem, nincs olyan, hogy megálljunk akkor, hogyha az van, hogy hülye lányok, nem értik a matekot. Én azt gondolom, akkor itt jó, akkor tegyük félre itt most a trigonometriát, és beszélgessünk erről egy picit. A trigonometriát meg fogja tudni tanulni egy gyerek, akkor, hogyha békében van magával, ha jó közösségben vagy támogató közösségben van, hogyha azt hallja egy lány, hogy a matekhoz tök hülye lesz, hiszen lány, akkor nehezebben fog megtanulni. Sokkal fontosabb a közösségi értékek, mint az, hogy a tantervben hogy haladunk előre. És nem is kell ilyen túl zsúfolt tanterv, de ezt már millióan elmondták, ez nem kell nekem az én mondataim, aki nem is vagyok oktatáspolitikus, meg oktatás szociológus, meg szakértő. De egyébként mit tanácsolnám a magyar szülőknek, hogyha tényleg így szeretnék nevelni a gyerekeiket, de közben van az iskola rendszerben ez a, nem tudom, ez a teljes megrecsenés. Nyilván tudok mondani egy nagyon vak mondatot, hogy alapítványi iskolák. De hát azért vak, mert az nagyon súlyosan sok pénzbe kerül. És hát az még Budapesten csak-csak hozzáférhető, ha valakinek van pénze, de vidéken egyáltalán nincs ez jelent. Hogy... És persze fontos elmondani, hogy vannak pedagógusok, akik igyekeznek nagyon odafigyelni, de hát ők is egyre több akadállyal, meg ellenállással kell, hogy megküzdjenek, mert az adminisztráció meg egyre erősebb, mint hogyha a tanítás maga háttérbe szorulna, meg a közösségépítés háttérbe szorulna. De azt tanácsolnám, mert mégiscsak, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy legyen kapcsolat a pedagógussal, legyen képbe a gyerekével kapcsolatban, tudja, hogy mi történik vele. De hát egy olyan országról beszélünk megint csak, ahol nagyon-nagyon kevés idő jut arra, hogy a szülő beszélgessen minőségében, tehát nem arról, hogy bepakoltad a táskádat, hanem arról, hogy vagy. Tudok-e valamiben segíteni? Tehát ilyen dolgokról nagyon-nagyon nehéz beszélni, megint csak kultúra, meg idő hiányában. De ezt tanácsolnám, legyünk képbe, menjünk el a szülő értekezletekre. Legyen a munkahelyen is evidens, hogyha a szülőnek munka dolga van az iskolában, akkor el lehessen menni. Tehát, hogyha már családbarát ország vagyunk, tehát csak azt akarom mondani, hogy látom a szemedet, a hallgatók nem látják, tehát, hogy ezek messzire gyűröző kérdések. Nem elég nekem vágynom arra, hogy egyre akarok menni, el kell engem engedni, anélkül, hogy kapnék morális inputokat. Meg annélkül, hogy megbélyegeznének engem. Tehát, hogy ezek tovább gyűrűznek ezek a dolgok. Szülő értekezleteken, beteg a gyerekem, ne csak a nő maradhasson otthon. Persze otthon maradhat a férfi is nyilvánvalóan, csak hogy az, hogy ő otthon maradjon. Tehát, és akkor eleve persze itt van az is, hogyha egy nő megy táppénzre, az anyagilag kevesebb veszteség a családnak, mert egy nő átlagosan kevesebb pénzt keres, még ugyanabban a pozícióban is, mint a férfi. Ugye ez itt a megint csak a gender gapre utalva. Igen, tehát valami olyasmit mondasz, hogyha egy valóban családbarát országban tudnánk élni, ahol a boldogságindex növekszik, és az emberek többet tudnak foglalkozni a saját maguk működésével, akkor több gyerek születne valószínűleg. Ha ennek a beszélgetésnek az a cél, hogy mondjuk meg, hogy születne több gyerek, nem lezárni akkor... valami szép mondattal, de ha jobb, ha te mondod. nem, bocsánat, nem kérdezni akartam, csak hogy igen, és hogy a kontextust vegyük észre. Tehát, hogy nem az történik, hogy ha kiteszek egy ágyat, akkor fog gyerek születni.
nem az van, hogy elveszem az óvszert, vagy nagyon drágává teszem a védekezési eszközöket, és csak a szülő jelenlétében lehet, meg nem tudom, hanem hogyha tudatos felvilágosítás van, szexuális nevelés van, éveken keresztül visszatérő. Tehát, hogy mindig a kontextus kell nézni, hogyha csak egy ágyat használ a pártpolitika a gyerek nemzés szimbolikájára, vagy nemi szerveket használ a gyerek nemzés szimbolikájára, akkor nem fog semmi történni, mert nincs kontextusban, hogyha az ágy az egy kietlen mezőn van, ahol átfúj a szél, és leég az ember, vagy mit tudom, micsoda, mindenféle környezeti dolgnak ki van téve, és közben mindenféle veszélyes állat van körül az ágy körül, akkor senki nem fog lefeküdni arra az ágyra. Senki, az tök üresen lesz ott. Ha az az ágy, hogy én választom ki, hogy milyen ágyat szeretnék, ilyen puha matracot, vagy kemény matracot szeretnék, és az egy ilyen biztonságos, kellemes, általam átlátott és általam menedzselt közegben van, akkor lehet, hogy le fogok feküdni az ágyra. És ha nekem senki nem mondja meg, hogy kivel fekszem le arra az ágyra, azzal bújok össze, akivel én akarok. És én egy tudatos, felnőtt ember vagyok, és én úgy is vagyok kezelve, vagy kamaszkoromban, én kamaszként vagyok kezelve, és van nagyobb a, nem tudom, keret, amiben én működhet, egy szélesebb keretek között működhetek, akkor le fogok feküdni arra az ágyra. És akkor akarni is fog velem valaki lefeküdni vele arra az ágyra. Hát, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nagyon köszönöm, Dávid, hogy eljöttél, és szuper volt. Úgyhogy köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk voltak, és hallgassanak minket máskor is. Viszont hallásra. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket YouTube-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, Spotify-on, metrón, villamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.